Tisztelt vendégeink! Szalagtűző ünnepélyünk a végzős diákok bevonulásával kezdődik. Köszöntöm megjelent vendégeinket, Bödecs Pál főigazgató urat, dr. Bognárné Nagy Éva igazgatónőt, Ván László főgondnok urat, gimnáziumunk tanárait, és minden maturandává, illetve maturandószá avatandó diáktársamat. Hallgassuk meg Gyenizsa Anikót, aki Szép Ernő, ne hidd című versét mondja el. Szép Ernő, ne hidd. Ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló. Ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félre beszél az a papír. Meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled, nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, mi igaz, ordítsd az égre, nem igaz, szeme közé kacag neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkozz el, menekülj, vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj, vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothadj itt elevenen. Hallod, ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed, meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon, meg a köszönöm. A gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelen. Csak a segítség, a vígasz. A barátság az az igaz, csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett.
Beléd döfték a kés nehit, kiszaggathatják beleid, míg lélegzel s eszmél agyad, a bűnt tagad, tagad, tagad. Megmarkolom két válladat, szemembe néz, ne hadd magad. Tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Felkérem dr. Bognárné Nagy Éva igazgatónőt, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelettel üdvözlöm főigazgató urat, főgondnok urat, tanárkartársakat, kedves vendégeinket, Szalagot avató diákjainkat. Íme elérkezett a várva várt pillanat. Osztályfőnökeitek feltűzik a kis szalagot. A szalagon, a jelvényen egy szó, olvasható. Milyen kevés mindez, de diák szíveteknek mégis boldogító. Jelzi, bezárult életetek egy fontos, jelentős szakasza. Kicsi a szalag, de az a nagy, az a sok, ami mögötte van. Az évek, a sok tanulás, izgalmas felelések, dolgozatírások, felhőtlen szép napok, diákcsínyek, cinkos összefogások, önzetlen segítségnyújtások. Az, hogy mint gyermekek léptetek be iskolánk méretes ajtaján, és most, mint felnőttek álltok előttünk. Arra készültök, hogy elhagyjatok bennünket. Felnőttetek. Vállaitokra veszitek szüleitek reményeinek valóra váltása terhét, ami sohasem volt könnyű, de a holnapokat ismerve egyre nehezebb lesz. Egy szebb, egy boldogabb jövőt kell megteremtenetek. Ezt várja tőletek a család, a nemzet, a megmaradást a harmadik évezredben. E szalag jelkép, amely kötelez. Nem csak büszkén kell viselni, hanem méltón fel kell készülnötök a pár hónap múlva bekövetkező megméretésre, az érettségi vizsgákra. Az érettségi nyitja meg a másik méretes kaput, melyen átléptek be a sokat emlegetett nagybetűs életbe. Mindannyiunk közös örömünnepe szalagavató. Kedves szüleiteké, akik mindig veletek voltak, mindig segítettek akkor is, ha dicsértek, akkor is, ha megdorgáltak. Tanáraitok, tudásuk legjavát adva neveltek, tanítottak benneteket, hogy a létért való küzdelmetekre felkészülhessetek. Kedves szalagavató diákok! A most elhangzott szavakat elfelejtitek, de a szalagavató ünnepséget a szívetek őrzi meg. Ti most önmagatokért indultok küzdelembe. Legyen fegyveretek a hit, a tudás és a szeretet. Isten segítse, vigyázza minden lépéseteket. Áldást, békességet! Hallgassuk meg iskolánk énekkarának és a Lórántfi Zsuzsanna kamarakórusnak a köszöntését. Vezényel Nagyné Váci Zita. Thank you.
felkérem a végzősök osztályfőnökeit, Andáné Vastag Andrea, Borosné Szűcs Sarolta tanárnőket, és Vince István tanárurat, avassák maturandává, illetve maturandusszá diákjaikat. 12. A osztály. Babut Csaba, Bognár István, Cumbi Réka, Dér András, Dóci Boglárka, Erdély István, Fehér Georgina, Granyák Pál, Halász Barbara, József Egyszer Huba, Kátai Tünde, Kemenes Rózsa, Kinszler Anita, Kis Zsanett, Laca Péter, Mackó Ágnes, Máté Adrien, Máté Dóra, Nagy Anikó, Olajos Melinda, Pacolai Márta, Patocskai Bence, Szabó Emese, Szűcs Elvira, Talpai Marian, Tarkó Lilla, Török Tímea és Varga Zsófia. Tizenkettedik B osztály. Asbót Anna, Barabás Linda, Bóna Zsolt, Budai Lívia, Cár László, Cinkóci Zsanett, Csintalan Olga, Csukonyi Éva, Csúzi Tamás, Enyedi Zsuzsa, Ésik Anita, Fehér Ildikó, Irk Hajnalka, Izsák Tímea, Jenovai Mónika, Kis Nimród László, Kovács Éva, Kőler János, Kucor Blanka, Lehocki Attila, Madácsi Ramóna, Mácsai Éva, Mikó Zsuzsa, Olajos Anikó, Orbán Zsuzsa, Orcsik Beáta, Pap Andrea, Rada Szabolcs, Rákóczi Anikó, Szabó Adrien, Szép Ilona Amanda, Szőke Katalin, Vida István. Tizenkettedik C osztály. Agócs Edit, Apró Anita, Árvai Márta, Balázs Piri Barbara, Balla Viktória, Balog Míra, Balog Tünde, Bece Marian, Csányi Szabolcs, Csontos Viktor, Denc Andor, Farkas Adrien, Fritman Bence, Gubik Éva, Harkai Tamás, Illés Anett, Juhász Attila, Károly Andor, Kenyeres Éva, Kis Erzsébet Mária, Lajos Tibor, Molnár Vivien, Molnár Zsanett, Németh Dávid, Orbán László, Pap Tünde, Sőregi Orsolya, Szabó Adrián, Topolai Nándor, Verebély Ágnes,
Vezendi Tamás. Vörös Tibor. Vedd át e szalagot, amellyel egyszerre jelöli meg benned a távozni készülő diákot az iskola, és a megérő embert az élet. Thank you.
Thank you.
Tisztelt tanáraink, kedves diáktársaim! Ahogy most végignézek az arcokon, szinte mindegyiken észrevehető egy kis feszültség, izgalom, talán egy kis megszeppenés is, ami egy ilyen napon egyáltalán nem furcsa. De nem tudom, hányan gondoltak közülünk arra, hogy mit is jelent ez a kis szalag, amit osztályfőnökeink az elmúlt percekben kitűztek ránk. Ha magamból indulok ki, akkor úgy gondolom, hogy még nem ébredtünk rá arra, hogy idén az érettségi szó számunkra már nem tanítási szünetet jelent, hanem kitartást és kemény munkát. Mert a legjobb esetben ezzel a még pár hátralévő hónappal befejezzük gimnáziumi tanulmányainkat, és utána egy kicsit másmilyen megpróbáltatások várnak majd ránk. Az itt eltöltött évek sokkal rövidebbnek tűnnek, mint gondoltuk volna, és talán nem is vettük észre magunkon a sok változást. Ezentúl lesz, ami jelezze számunkra, tanárainkon kívül, hogy a célegyenesbe érkeztünk, hiszen most már hivatalosan is érettek vagyunk arra, hogy helytálljunk az érettségén és a felvételin. Remélem, hogy a mai nap méltó lezárása lesz azoknak az elmúlt nem könnyű hónapoknak, és egyben méltó kezdete a még előttünk álló, még kevésbé könnyű időszaknak. Végül, de nem utolsó sorban, a 12. évfolyam nevében szeretném megköszönni tanárainknak azt a több éves, kitartó munkát, amivel hozzásegítettek minket ahhoz, hogy most itt lehessünk. Kívánok mindenkinek sok kitartást a következőkhöz, és mára pedig egy igazán emlékezetes estét és délutánt. Felkérem Bödecs Pál főigazgató urat, köszöntse a végzős évfolyam tanulóit. Kedves maturandák, maturanduszok, kedves barátaim, kedves vendégeink! Ilyenkor én szoktam utoljára szólni a felavatottakhoz, és hagyományosan egy bibliai igét olvasok. Most hadd olvassam egy kicsit hosszabban ezt, remélem lesz türelmetek hozzá, Jákob történetét a Mózes első könyvéből. Jákob álma, ez a fejezet, amit felolvasok. Elindult Jákob Beérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért. És Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam.
Félelem fogta el, és így szólt: milyen félelmes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Addél mondta nektek, hogy bizonyára van egy kis szorongás most mindenkiben. Nem csodálom, hiszen hónapokon át készültetek erre a mostani estére. De hadd biztassalak benneteket én is, hogy nincs okotok semmilyen félelemre, hiszen ez a ti estétek, és az a fontos, hogy ti érezzétek magatokat jól, és érezzétek magatokat boldognak. Mosolyogjatok, örüljetek, hiszen rólatok szól most minden, és mi is örülünk nektek, a szülők, a tanárok, és boldogok vagyunk, hogy láthatunk benneteket szépnek, egészségesnek, fiatalnak és erősnek. Persze nem könnyű fiatalnak és erősnek lenni, mint ahogy Jákobnak sem volt könnyű, ő is fiatal és erős volt, elindult az életbe, a nagybetűs életbe, ahogy hallottuk igazgatónő beszédéből is. Bizony nem túl nagy lelkesedéssel és örömmel, hiszen magányosnak érezte magát. Úgy érezte, hogy nem tudja, mi vár rá. Menekült otthonról, ott hagyta az édesanyját, a családi házat, a barátokat, és várt rá valamilyen ismeretlen jövő. És akkor lefeküdt a fáradtságában, gyorsan elaludt, és álmot látott. És azt látta, hogy az egész világ valahogy másképpen néz ki, mint ahogy azt ébren látjuk. Egy létrát látott fölállítva, és azt vette észre, hogy a létra tetején, ott a magasban, odafönt valaki van. Odafönt valaki figyel rá, sőt áll és úgy figyeli az ő sorsát. Odafönt az Úr állt. Ezzel biztatlak benneteket én is most. Odafönt az Úr van. Ő áll és ő figyel bennünket. Ő szeretne nekünk segíteni. Nem szól bele a dolgainkba sokszor, olyan szelíden és visszahúzódva figyel minket, de kész mindig a segítségünkre sietni. Odafönt ő áll, ő lesz veletek, és ő ígér nektek sok mindent, hogy veletek marad, és megőriz titeket, bárhova mentek, és visszahoz majd erre a földre, és nagyon várunk benneteket vissza mi is, ebbe az iskolába, és újra, hogyha majd visszajöttök újra felnőttként, és visszaemlékeztek ezekre az évekre, és ránk is, meg egymásra, az milyen szép lesz és jó lesz. És visszahoz benneteket megsokasodva, reméljük majd a gyermekeitek is ide járnak majd ebbe az iskolába, hogy sokat okéj. És milyen jó lesz hálát adni Istennek majd, hogy velünk volt és megőrzött bennünket. Tudom, ez még elég hihetetlen ígéret, Jákobnak is az volt, csodálkozott rajta, de azért érezte, hogy nem csupán egy szokványos, bohókás álom volt csupán ez, hanem ennek tényleg tartalma és üzenete volt számára. Azt mondja, milyen félelmetes ez a hely. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nem más ez, mint az Isten háza és a menny kapuja. Azt szeretnénk, hogyha ez a hely, ez a gimnázium, ha néha félelmetesnek is tűnik, vagy bárcsak tűnne egyszer-egyszer ilyen félelmetesnek, ahol az Istennel találkozhattok, és megrettentek, hogy tényleg, hát ő is itt van, ő is van, hogy ez tényleg az mennynek a kapuja lehetne számotokra és számunkra. Hogy itt akár ezen a napon is, most is, őt érezhetnétek meg, vele találkozhatnátok. Vagy legalábbis visszagondolva majd elmondhatnátok, hogy igen, ez tényleg a menny kapuja volt számunkra ez az iskola. Akkor még nem tudtuk, de most már tudjuk. Jákob ezt átélte és megérezte. Nagy csibész volt ugyan, sok minden rosszat lehet rá elmondani, lehet, hogy közöltek némelyekre ugyancsak, főleg itt a hátsó
helyeken állókra gondolok most. De azért azt mondja Thomas Mann róla, hogy volt benne egy Isten okosság, és egy könyvet is írt József teológiának az első részét róla. Nagy csibész volt, de volt érzéke Istenhez. Nem volt puta erre a valóságra, az igazi valóságra. Hát ezt remélem, és ezt kívánom nektek, hogy legyen bennetek, akár mi is volt a múltban, legyen bennetek ez a fajta okosság, hogy megérezzétek Isten jelenlétét, és azt mondhassátok erre az iskolára, erre a helyre is, majd visszanézve, hogy bizonyára az Úr volt ezen a helyen, és akkor talán nem tudtam, de most már tudom. És tudjátok meg, és tapasztaljátok meg, hogy ez az Úr veletek volt, és veletek lesz, és valóra váltja az ígéreteit. Amen. Isten áldjon benneteket. Szalagtűző ünnepélyünk véget ért. Kérem, énekeljük el együtt a himnuszt. Várjuk Önöket a 19 órakor kezdődő szalagavató bálunkra az AMK sportcsarnokában.